Pécs történelmi város, ahogy itt, ahol ülünk, itt is láthatjuk, több mint 2000 éves múltja van, sokféle tradíció ötvöződik benne, nagyon sokféle nemzetiség él együtt, éppen a történelmi mi volt miatt. És ez az egyik olyan örökségünk szerintem, amit nem jól használunk, mert ennek önmagában is egy kincsnek kellene lennie. Ehhez persze kölcsönösen kellene tisztelni egymás értékeit, és meg is mutatni ebben a városban. Remélem, erre a jövőben sor kerül. Az utóbbi 100 évről azért annyit mondanék mindenképpen, mert ez elvezet a mához, a ma problémáihoz, hogy amióta ugye a bányák megnyíltak az elmúlt század elején, ami áldás is volt, mert munkahelyet teremtett, az egyben átokká is vált olyan értelemben, hogy ahogy megszűntek a bányák, itt maradtak utána az emberek ezrei munkanélkül, épületek váltak lakhatatlanná, üressé, és természeti területek roncsolódtak. És ezekkel az elmúlt 25 évben lényegében nem tudott a város mit tenni. Egy picit ez a tehetetlenség az, ami miatt ma ez a gazdasági helyzet és természeti társadalmi helyzet előállt, Pécset, amivel kell kezdenünk a jövőben valamit. A jelenben azt láthatjuk, ami szimbolikusan vagy emblematikusan történik hamarosan, hogy a magasházat lebontjuk, ami egyben ennek az elmúlt 25 évnek ugye egy ilyen szimbolikus helye. Üresen áll 25 éve, és most az történik vele, hogy lebontjuk. Én remélem, hogy ezzel egyébként az a múlt is lebomlik, az a 25 éves múlt, ami egy tehetetlenséget mutatott, mint hogy a város a 25 emeletesnek az üresség és egy tehetetlenség következménye. Ezt tapasztalhatjuk a városban is. Nem talált magára a város a bányák bezárása óta, nincsen olyan gazdasági tevékenység, ami munkahelyeket biztosítana nagyszámban. Az egyetemünk kicsit elefántcsontoronnyá kezd hasonlítani, ahol a professzorok, illetve a hallgatók talán jól érzik magukat, de nem látjuk azt a produktumot, amit jelenthetne a városnak az a szellemi tőke, ami ott van. Ezt mindenképpen jó lenne a gazdaságban, a társadalmi feladatokba csatornázni. Egyébként pedig elkövettünk az elmúlt 25 évben olyan hibákat, hogy olyan beruházások születtek a városban, repülőtér, Expo Center például, de mondhatnám az LKF egyes beruházásait is, amik messze túlhaladják a város szükségleteit vagy eltartó képességét, és egy olyan, hogy is mondjam, nehézséget is jelentenek, hogy az ezek után keletkezett adósság ledolgozása miatt nem jut olyan dolgokra, amik fontosak lennének, akár iskolák felújítására, akár szociális programokra, felzárkóztatási programokra, vagy egészségügyi fejlesztésekre. Ezt nyögjük, ezért a jövőben azt gondolom, hogy meg kell fontolni, és sokkal alaposabb tervezés alá kell vetni, hogy milyen fejlesztéseket hajtunk végre. A jövő csak arról szólhat, hogy az a fejlesztés hosszú távú, ami természeti, társadalmi és gazdasági szempontból is megalapozott. A kiút a fenntartható városfejlesztés, ami kezdeményezésünkre most már 3 éve megkezdődött. Egyrészt tervezzük, ugye ökológus, szociológus, gazdasági szakember, mérnök emberek dolgoztak azon az elmúlt években, hogy elkészüljön a városról egy komplex terv, hogyan lehet átalakítani, fenntarthatóvá tenni és élhetővé tenni. Másrésztről pedig elkezdtünk olyan fejlesztéseket megvalósítani, amik már ebben az irányba hatnak. Például ugye ilyen a társadalmi felzárkóztatási programunk a Győrtelepen, Somogyban, Pécsbányán, Hősök terén, ahol leszlömmösödött területek, szinte nyomornegyedhez hasonlító területek vannak, és ott az ott élő emberek is valóban szegénységben, mély szegénységben élnek. Ez azért is van persze, mert alacsony iskolai végzettségűek, nincsenek munkalehetőségek. Ezeken együttesen segítünk, így ezek az emberek, hogyha munkaképessé válnak, nyilván befogadottá, elfogadottá válnak a helyi társadalom számára is, és akkor megszűnik majd az a szembenállás, amit most sikeresen használnak politikai erők is, hogy egyes célcsoportokat tesznek bűnbakká a közbiztonság romlása vagy a gazdasági válság előidézése céljából. Nem ezt tartjuk helyesirányának, hanem azt, hogy amelyik társadalmi csoportok így ilyen helyzetbe kerültek, ezeket segítsük abban, hogy cselekvőképessé váljanak, és maguk teremthessék elő javaikat. Ezzel egyben a közbiztonság is javulni fog, ebben biztos vagyok. A jövőről szól az is, hogy nem folytathatunk úgy tovább gazdasági tevékenységet, és nem is élhetjük úgy a mindennapjainkat, hogy roncsoljuk a természeti környezetet.
láthatjuk, hogy ilyen monszun esőszerű állapotok időződtek elő ennek nyomán, hogy gyakorlatilag minden másnap úszik a félváros, vagy éppen az elmúlt években 100 napig nem esett eső Pécsett a nyáron, tehát szélsőségessé vált az időjárás. Itt is, persze a világon mindenhol, de mi nálunk 30 év alatt 1,5 fokot emelkedett az átlag hőmérséklet Pécsett, mert lebetonoztuk, meg beépítettük, ezt nem szabad folytatni, csak úgy szabad a jövőben gazdasági tevékenységet folytatnunk, vagy a saját életünkben a lakhatási feltételeket kialakítanunk, hogy erre figyelemmel vagyunk. A harmadik nagyon fontos szelete ennek a programnak, az pedig a gazdaság fejlesztése. Pécs városában sokkal több van, mint amit kiaknázunk. Nekünk nem egy nagy Audi gyára van szükségünk, vagy egy nagy befektetőre, jártak már itt ilyenek Pécset, el is mentek. Hanem arra van szükség, hogy végre a pécsiek tudását, munkáját kamatoztathassák úgy, hogy teret nyernek Pécsett Baranyában elsősorban, de máshol is az ő munkájuk értékesítése. Egy példát elég mondani, hogy Pécsett, mi akik itt élünk 153 ezeren, a fogyasztásunk, a mindennapi fogyasztásunk 80%-át azt importáljuk máshonnan. Hát akkor honnan lennének munkahelyek? Miközben vannak alkalmas pécsi vállalkozások, akár az élelmiszer előállítására, akár az energia előállítására, az élet bármelyik területére, a kultúra területét is nyilván ide kell hoznunk. Egészen kitűnő tehetségeink vannak, amiket elherdálunk. Azt javasoljuk, hogy ezt ne tegyük, hanem tárjuk föl az erőforrásainkat, természeti erőforrásainkat, éppen úgy, mint az emberi erőforrásainkat, és adjunk teret arra, hogy ez az erőforrás ez kiaknázható legyen. Zsolnai Vilmos mondta, hogyha jól emlékszem, hogyha mindenki csak azt megtenni, amire képes, akkor ez a város óriási fejlődés előtt állna. Én ezt is így gondolom, és ezt szeretnénk megvalósítani. Említettem már a Győrtelepi programot, ahol talpra állt több száz olyan ember, aki éveken át nem tudott dolgozni, szegénységben élt. De azt is fontos eredménynek tartom, hogy Pécsett több mint 20 civil szervezet működtet ma már közösségi házat, közösségi teret, hiszen így a pécsiek élet a tér. Nagyon fontos eredményünknek tartom azt is, hogy elindult a helyi gazdaság fejlesztése első lépésben azzal, hogy a helyi élelmiszertermelőket és a környékbeli élelmiszertermelőket hoztuk abba a helyzetbe, hogy el tudják adni a termékeiket végre, és egyben így egészséges élelmiszerekhez is jutunk. Több mint 300 termelőnek van ma már Pécsett forgalma, közel 100 millió forint értékben, egy éves munka révén. De felmértük azt, hogy hogyan tudjuk korszerűsíteni az épületeinket a pécsi vállalkozások közreműködésével. Ezek mind munka lehetőséget adnak majd. És hát nem utolsó sorban elkészítettük azt a tervet, ami egy ilyen élhető városról szóló elképzelés, egy kompakt városról, egy élhető városról, ahol a természeti környezethez igazodó módon éljük az életünket, és akkor talán egy-két év múlva itt, ahol ülünk, ezen a területen is még többen lesznek majd, hogyha ehhez hasonló zöld terület veszi körül őket, és nem lebetonozott vagy lekövezett rész, mint amilyen a Széchenyi tér lett. Ezért jó magam mindenképpen elkötelezett vagyok, de az egész csapat amellett, hogy zöldítsük a várost, legyen ez egy zöld paradicsom is, hiszen a természetben érezzük igazán jól magunkat, és lehet ahhoz alkalmazkodva gazdasági tevékenységet folytatni, vagy éppen fejlesztéseket kivitelezni. Úgy gondoljuk, hogy ez a város akkor lesz igazán élhető, hogyha az ember és a természet lesz a legfontosabb, és minden ennek van alárendelve.